A tavalyi év ősze után nem kellett sokat várni arra, hogy újra veszettséggel fertőzött vármegye legyen Szabolcs-Szatmár Bereg. A Nébih közlése szerint január 1-én egy Tiszabecsnél elhullott kutyánál, két nappal később pedig Jánk Majtisnál egy diagnosztikai cél miatt lelőtt aranysakálnál mutatták ki a betegséget. A fertőzés forrása ezúttal is a nem immunizált Ukrajna. A betegség behúzolása vélhetően természetes úton a vadállomány Ukrajna felüli mozgás révén következik be újra és újra. A betegség főterjesztői hazai viszonyok között a rókák és az aranysakálok, az eddig megállapított hazai esetek többsége is róka. Ezen kívül pár esetben ugye kutyában állapítottuk meg a betegséget, ezek jellemzően rókával összeverekedett oltatlan kutyák voltak. A védekezés legfontosabb eleme pedig éppen ez lenne, azaz a kutyák évenkénti oltása, amely egyébként kötelező. Az egyre sokasodó kóborállatállomány miatt ugyanakkor nem csökken a veszettség elterjedésének veszélye, annak ellenére sem, hogy a rókák immunizálása is rendszeres Szabolcs-Szatmár Berekben. Az ország keleti és délkeleti részén már több mint egy évtizede zajlik a rókák kis repülőgépről leszórt csalétekbe rejtett vakcinázása, tehát minden évben kétszer, tavasszal és ősszel. Ez a róka vakcinázás az egész Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyét magába foglalja. Azt azonban tudni kell, hogy a szájon keresztül felvett róka vakcina hatékonyság az jóval alatta marad az izomba adott vakcina hatékonyságától, ezért is kell ilyen rendszeresen minden évben kétszer elvégezni. A szomszédos országokban, Ukrajnában és Romániában ezt a róka vakcinázási programot az elmúlt években nem, vagy nem minden esetben tudták végrehajtani tudomásunk szerint. A Nébih és a Magyar Állatorvosi Kamara figyelmeztetést adott ki a veszettség jelenléte miatt Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyében mindaddig, amíg a járványügyi helyzet azt szükségessé teszi. A betegség a vadon élő és a házi emlős állatok mellett az emberi egészségre is veszélyt jelent, ezért hangsúlyozzák a megelőzés szerepét, a kutyák számára kötelező, a macskák számára pedig ajánlott veszettség elleni védőoltás jelentőségét.